Egy új szerzeménnyel lett gazdagabb Kefir, igaz, hogy nem dallal, hanem egy meseautóval. Együtt fogjuk kipróbálni. Hol tartasz szerinted most? Elérted azt, amire vágytál, vagy még mindig vannak, amire vágysz, vagy van? Szerintem pont félúton vagyok. Sokan hátradőlnének már az én helyembe. Tehát kevés olyan dolog van, amit a Vétek zenekar nem ért el Magyarországon. BS koncert, platina lemezek, aranylemezek. Tulajdonképpen mindenünk megvan, ami után tényleg hátra lehetne dőlni, de nem. Tehát nekem az a minimum, hogy bebizonyítsam azt, hogy ez nem retro, ez nem múlt el, ez van. Még mindig aktív vagyok, tehát a minimum az, hogy még egyszer megcsinálok mindent. Az, hogy még egy BS koncert, az alap, meg még platina lemezeket, ha már nem is tudunk ugye szerezni, de vannak ezek a bizonyos internetes nézettségek, akkor majd kénytelenek leszünk azokat megdönteni. Tehát van, persze, nagyon sok célom van, és amíg cél van, addig jó. Fél után a nevet suttogom halkan, álmodj még, várok rád, nem kérek mást, csak egy búcsú éjszakát. Fél után a nevet suttogom halkan, álmodj még, várok rád, nem kérek mást, csak egy búcsú éjszakát. Hogyha nem lenne a retro, amit azt a szót te tudom, hogy nem szereted, ha nem lenne a retro, és nem lenne annyi fellépés, amennyi kell, ha érted, mire gondolok. Van az a pénz, amiért játszanál olyan műfajt, ami neked mondjuk osztályidegen? Hívjuk így? Nem. Én mindig is szórakoztatni szerettem. Én játszok is olyan, tehát az zongora estjeimen is játszok olyan dolgokat, amik nem az én szerzeményeim, akár mulatóst is, ha éppen az adott közönség annak körül, sőt, Vétek koncerteken is játszottam már Cybergyereket, sőt, nézését, meg a járását is. Mert hát, hogyha az kell, hogy az ember mosolyogjon előttem, amikor az én színpadom előtt áll, akkor azt játszom. Nyilván a Vétek dalokat, azokat sosem hagyom ki, de ez tőlem egyáltalán nem idegen. És a retrót sem nem szeretem, hanem a retrót az pontosan az, hogy megtiszteltetésnek tartom. Sokan félreértelmezik, attól, hogy valakit retrónak hívnak, attól még azt nem kell azt hinni, hogy az az adott előadó az már abban a pillanatban nem aktív. Az a rossz megfogalmazás, és nem is tudok erre jó szót. Az a baj, hogyha úgy retlózzák le az embert, hogy már neki tulajdonképpen 10-15 éve nem jelent meg lemeze, és ugyanazokat a dalokat játssza, amikkel ő elkezdte annó. Ez így nem jó. A Vétek zenekar játssza a régi dalait is, és az új dalait is, úgyhogy nekünk pontosan az ellenkezőjét, a megtiszteltetés jelenti a retrót. 20 évesek leszünk 2 év múlva, ez azért már valami. Mesélnék álmokról neked, ha te kérnéd tőlem ezt, leírnék.
leírhatok minden bánatot, de nem érel téged sohasem. Ne mondd, hogy félsz, ne mondd, hogy vége, soha nem akarsz más, csak őt. Ezután nem lesz már szép nap, soha tán. Miért kell más? Miért nem jó? Miért nem szól már szépen a szó? Minden más. Miért nem fáj? Miért nem sírsz, megöltélsz bennem minden jó? Ha valakire haragszol, akkor az miért van? Miért tudsz haragudni? Mert tudom, hogy nagyon nagy szívű ember vagy. Én a magamra tudok a legjobban haragudni, és az egyetlen egy dolog, vagy nem az egyetlen, sok dolog tud nyilván idegesíteni, de ami a legjobban az a tehetetlenség. Az, amikor valamire nem tudok hatással lenni, mert én annak a híve vagyok, hogy amit nem oldasz meg magadnak, nem csinálsz meg két kézzel, azt senki nem fogja neked megcsinálni helyetted, meg pláne. És amikor felismerem azt, hogy na, most már én sem tudok mit csinálni, az egy nagyon rossz dolog. Attól tényleg a falra tudok mászni. Izgalmas helyre megyünk, egy vízipipa szaküzletbe. Kefir megmutatja nekem, hogy miért is szereti annyira a vízipipát, sőt, még azt is megígérte, hogy vásárolunk egyet nekem is. Mondhatni is, hogy törzshelyedre jövünk, és akkor volna egy kérésem, ám bár itt neked kéne kérned, mégis én kérek, hogy vegyünk nekem egy vízipipát, most ugyan ne próbáljuk ki, de taníts meg vízipipázni, és mondd el, hogy ebben mi a jó. Jó, azt már elmondtam, hogy mi a jó benne, de na, egy csomó kérdésem lesz majd, hogy mennyire sokat akarsz pipázni, egyáltalán dohánnyal akarod szívni, vagy külön. Jó napot kívánom! Hello, sziasztok! Azt a minden! Van itt minden! Na, itt nem szívesen eltároznék. Tiszteletem! Szia, Mohamed! Kívánok! Tiszteletem! Szervusz, Mohamed! Szervusz! Látom, egy fodrászhoz járunk. Igen! És hetente kétszer. Hetente kétszer, így van. Szóval kéne nekem egy olyan vízipipa, amiről mindig majd te fogsz eszembe jutni, illetve Mohamed, hogy... Kefir feliratos vízipipa? Nem. Kéne egy kicsike, amit ritkán, mert nem dohányzás van, hanem inkább csak, hogy kipróbálnak meg, olyan jól néz ki a polcon. Tűzforró nyár volt, 100 hullám táncolt, s ellopta mind szívünknek hangjait, s percenként újra, meg újra átírt a dallamát. Az a volt egyszer érzés, mi éppen arra járt. De nézd, csak emlék már, a vágyba fúll az éj, a tűzbe fúll a fágy. Több volt, mint játék, s tegnap bár fájt még, de holnap már más csúkja vár. Homokba írtuk azt a szót, és hittük mindörökké tart. Hullámokba fulladt már a régi tengerpart. A tegnapoknak lábnyomát a szél söpörte szét. Ennyi volt, véget ért. Kefir, kefir, most rajtad múlik, hogy ezt füstölni fog, vagy bugyogni. Ugyanis te választod ki azt a vízipipát, amivel én is kipróbálom ezt a szenvedélyt.
Tehát az elég, hogy szívom, és majd meglátjuk, mi történik, ugye? Mert hogy ez kő, ez szabad. Igen. Itt mit állítottál? Azt, hogy ne szeleljen. Hogyha túl erős a pipa, akkor itt egy kicsit kitekered, belefújsz, és akkor innen kifújja a festőt. De ebben még itt nincs füst se. Kicsit erősebb, és akkor beindul. Ez inkább gőz? Igen, igen. Ezek a lényege, hogy gőz, aromás. Homokba írtuk azt a szót, és hittük mindörökké tart. Hullámokba fulladt már a régi tengerpart. Tegnapoknak lábnyomát a szél söpörte szét, ennyi volt, véget ér. Emlék már, a vágyba fulladt éj, a tűzbe fulladt vágy. Több volt, mint játék, s tegnap már fájt még, de holnap már más csúkja vár. Homokba írtuk azt a szót, és hittük mindörökké tart. Hullámokba fulladt már a régi tengerpart. Napoknak lábnyomát a szél söpörte szét, ennyi volt, véget ér. Kefir egyik kedvenc helyére látogattunk el, egy olyan étterembe, ahol vízipipázhatunk. Ott már öt se vár bennünket. Mit kérdezhetnék egy testvértől, semmint, hogy hogy látod, milyen testvér, milyen rokon, milyen baráta a kefir? Hát a kettőnk kapcsolata elég régóta kezdődött, ugye? Mi nem sok időt tartottunk együtt gyermekkorunkban. Szóval ő 18 éves korában elkerült tőlünk, és már Pesten élt, én Miskolcon maradtam. De mindig ott állt mellettem, ott volt mellettem. Viszont amikor én felkerültem Pestre, ugye én tulajdonképpen arra számítottam, hogy sokkal több időt fogunk együtt tölteni. Viszont ez nem így alakult, de amikor van rá lehetőség, hogy találkozzunk, lehet ez munka megbeszélés, lehet ez sima magánéleti megbeszélés, akkor szánunk rá időt. Mit gondolsz, hogy amikor ti kisgyerekek voltatok, hogyan vetted észre, hogy Kefir más, mint a többi? Kvázi, hogy sokkal tehetségesebb? Tulajdonképpen én ezt úgy vettem észre, hogy mivel én is más voltam, mint a többi, ugye én mozgássérültnek születtem, és ennek az volt a hátulütője, hogy másképp bántak velem az emberek, mint egy egészséges emberrel. De azáltal, hogy ő egy ismertebb emberré vált, vagyis ismertebb ember volt, mint a többi ember, ezért kevesebb volt az a réteg, aki elítélt a mozgássérültségem miatt, mint sérült életvitelű embert. Azért, mert ő egy ismertebb ember volt, egy tehetséges ember. Sokat vitt téged magával, vagy sokat mentél el vele, inkább az ő kérdés? Nagyon gyerekkoromban, szóval én 13 éves, 14 éves koromban gyakrabban járkáltam vele. Mostanában nem, nekem is megvan a saját életem, és neki is ugye egyre jobban kibővül az élete. Te szívesen dicsekszel azzal, vagy szívesen említed, hogy ki a te tesó? Nem. Az igazság, hogy én büszke vagyok rá, de amit ő elért, azt ő érte el. Nem én értem el. Nekem is megvan a saját életem, a saját kapcsolataim, és a saját dicsőségeim is, neki ez a dicsősége. És én ennek örülök. De az nem azt jelenti, hogy ezt elhíresztem mindenkinek. Közös vállalkozásotok is van. Igen. Igen. Tehát mint üzletember ő milyen? Ilyenkor van testvériség, van barátság, vagy ő szigorú, következetes, vagy inkább te? Az igazság, hogy mindenféleképpen van testvériség, barátság már nem annyira, de vannak olyan dolgok, amiket én hajtok, vannak olyan dolgok, amiket ő hajt. És ilyenkor szóval egy kicsit összetűzésbe keverednie miatt, de egyébként ilyen szinten minden rendben van kettőnkkel. Hogyha
bekapcsolod a rádiót, vagy zenét hallgatsz, akkor te szoktad őt hallgatni? Nem. Ezt hogy is mondjam, nekem ő a testvérem. Tőlem ezt távol áll. Én más értékeit szeretem. Ez azt jelenti, hogy nem is szereted a zenéjét? Hát van olyan zenéje, amit szeretek, de nem mindegyiket, fogalmazunk így. Akkor úgy kérdezem, hogy te ismered a dalait? Ismered, igen, de hogy fogalmazzak úgy, hogyha lehet, hogy nem lenne a testőrem, akkor lehet, hogy nem ismerném a dalait. Értem. Tehát te egy más műfajt szeretsz. Igen. Mi az, ami hasonlít bennetek, mit gondolsz Kefirre? Az orrunk. Na de komolyan. Mind a ketten érzelmes lelkek vagyunk. Szóval mi ezt nagyon jól titkoljuk a magánéletbe, a közéletbe, de belül történik valami, akkor belül nagyon fáj nekünk. És ezt látjuk egymáson. Egymáson egymásban. Nincs is édesebb. Várnak ránk, és mégis jó most elbújni vele. Miért mond, miért van még egy másik életünk? Miért mond, miért tiltják meg, hogy együtt legyünk? Azt gondolom, hogy most vagyunk számodra a legkellemesebb helyen, vagy akkor, amikor már otthon egy szálgatyába pipázol, mert ez meg egy gyönyörű hely. Melyik a jobb? Mind a kettőnek megvan a saját maga varázsa. Nyilván otthon a saját környezetemben vagyok, ott nézem a kedvenc műsoromat mondjuk a tévébe, nézem a Sláger TV-t. És tényleg alsógatyában vagyok, és úgy közben falatozgatok ilyen. Nagyon esténként hideg felvágottat szoktam kis sajttal, olivabogyóval. Ennél meg is látszik rajtam sajnos, nagyon rámentem. Nyilván otthon ez így néz ki, itt meg így néz ki, hogy tejázunk közben, nagyon-nagyon finom perzsa tea. Ez egy másfajta, de hát mindegyiknek megvan a saját maga orrása. Azt megkérdezhetem, hogy ez a feeling, ami most minket itt körülvesz, meg voltunk ugye az üzletben is, ez esetleg vallásilag is stimmel neked, vagy ez csak egy hobbi? Nem. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem vagyok vallásos, viszont nem vagyok megkeresztelve, tehát hivatalosan nem vagyok vallásos, de természetesen hiszek. Hiszek Istenbe én is, de nem az ő istenükbe. Tehát, hogy nagyon tisztelek én minden vallást, ugye Tájföldre is sokat járok, ott a buddhizmus van. Nem ástam bele nagyon magamat egyikbe sem, de próbálom követni és tisztelni, éppen hogyha az olyan helyen vagyok az adott vallást. Így itt is. A testvéred állítása szerint is szentimentális vagy. Miért és min, vagy mi az, amin elsírod magad úgy? És azt például szégyelled-e, vagy próbálod-e palástolni? Hát nyilván szoktam én sírni, szerintem az nem szégyen. Akár egy filmen is. De hát, hogy az vagy, nem tudom. Hát ezt nyilván sokkal jobban tetted, hogy az öcsémtől kérdezted meg, mint hogy tőlem. Ilyen szempontból magamat nem ismerem. Igen, van, hogy elérzékenyülök, de szerintem indokolt esetekben. Tehát nem vagyok lányos, de szokott ilyen történni. Ha találkoznék az aranyhallal, akkor magadnak kérnél, vagy valaki másnak? És mit? Hát magamon kívül kizárólag a szeretteimnek és családomnak. Ha magamnak kérnék, akkor örök boldogságot. Tulajdonképpen, tehát nem lennének ilyen anyagi jellegű kérdéseim, hogy jaktot kérek, vagy szigetet Dubajban, hanem kizárólag ennyi. Boldogság mindig, vigyorgás és egészség. Ennyi. Nekem hiányzott a kertedből kis gyerekhomokozó, kis gyerekmedence, gyerekjátékok szétdobálva, hogy hát hogy állunk ennek a terén? Jó a kérdés. Nem mondom, hogy nem kérdezték már meg tőlem, de mindig ugyanazt válaszoltam, és most is csak ugyanazt tudom válaszolni. Még nem tartok ott. Tehát nem,
Nem tartom magam készen erre. Ahogy az előbb is mondtam, gyereknek érzem magam még mindig. A felelősségtudatom sincs meg hozzá szerintem eléggé, és bármilyen furán hangzik, az egzisztenciám se. Tehát abban a világban, amiben most élek, abba a társaságban, vagy nem tudom, hogy lehet ezt szépen megfogalmazni, ebben a légkörben én nem akarok gyereket szülni, vagy születni. Majd amikor már tényleg minden megvan hozzá, akkor. Tehát ilyen szempontból nagyon, nagyon céltudatos vagyok. Tehát amíg nincs meg az, amit én elterveztem, hogy majd kell ahhoz, hogy egy gyerekem legyen, addig én ezzel még nem foglalkozok. Ha engedélyezett, elfogadott lenne hazánkban a többnejűség, élnél vele? Nem. Nem mondom, hogy monogám típus vagyok, tehát ez most nem önmagam dicsérete, de mindig is azt vallottam, hogy a hűség az egy nem vele született dolog, az nem egy tulajdonság, hanem az egy döntés. És ilyen szempontból hagyománytisztelő vagyok, igen. Ha nekem feleségem lesz és családom, akkor monogám életet fogok élni, mert azt úgy kell, azt úgy szokás. Tudjuk azt, hogy vétkezünk, és mégis itt vagyunk. Annyi mindent mondhatnánk, és mégis hallgatunk. Tudom, megfogadtuk, hogy többé nem lehet, de kell, csak még egy perc kitiltott élvezet. És ha megtehetném még egyszer, hát megtenném, mert karjaitba bújva újra érezném. Több már soha nem is kell talán, ha a kezed körbe zár, a bolond szívem csak téged kíván. Kefir egy igazi házigazda. Az egésznapos forgatás, az egésznapos rohanás után még arra is volt ereje, hogy főzzön nekünk egy igazi kefíres babgulyást. Remek nap volt, úgy érzem. Sok mindent megtudtam rólad, amit még civilben sem tudtam azelőtt. Az idősebb jogán hadd kívánjam azt neked, hogy te... És a marac reggelig még többet van. Igen. Az idősebb jogán hadd kívánjam azt neked, hogy teljesüljenek a vágyaid. És azt kívánom neked még, hogy minél több időd legyen, amellett, hogy rengeteg fellépésed, és minden, amit szeretnél. Nagyon szépen köszönöm. Tarts velem reggelig, jó? Köszönöm, hogy itt lehet rá. Éles látásomat a Trend Optikának köszönhetem.